Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt a Weekend, remélem, hogy velünk vannak már műsorunk kezdete óta. Ma nagyon sok mindenről beszélgettünk, de hát természetesen, hiszen ugye a Vidor Fesztivál idejét éljük itt Nyíregyházán, többször is előkerül a műsorban ez a téma. A belvárosban ugye nagyon sokan jönnek-mennek, és látják, hogy fantasztikus a kínálat. Sajnos a színház befogadó képessége egy picit kisebb, de azért nagyon sokan látogatják az előadásokat, a kamarában, illetve a nagy színpadon is. A következő percekben az eddigi előadásokból készítettünk egy nagyon szép színes összeállítást, úgyhogy akinek nem volt színházjegye, azért most egy kicsit kárpótoljuk. Jó szórakozást! Hogy fogok kérdezni, mert ugye, most a hattyúról kérdezni, semmi baj, semmi baj. A hattyú, hát az csak a hosszabbnyaka van, mint neked. Tudom, de nem én vagyok a hattyú. Te nem ismered a darabot, hattyú anyja vagyok. Ja, persze. Id hattyú. Igen, id hattyú. Hosszú idő után, amíg szabadúszó volt, most az Örkény Színházban van már egy éve. Hogy érzi magát? Iszonyú boldog vagyok, természetesen, és így a pályám közepén, mondjuk ilyen viccesen, tényleg mindig olyan, volt egy pár erős döntésem az életemben, és azok mindig nagyon pontosak, és jók voltak, és igazak voltak. Most egy ilyen kicsit fényezem magam, de azért ez jól esik, tehát ez egy jó pofa dolog, hogy amikor elmentem talán a Pintér Bélához, mint szabadúszó, és akkor a Báron György, aki egy fantasztikus filmkritikus és egy film esztéta, azt mondta, hogy mindig abba a színházba kell menni, ahol a Csákányi szerződik. Tehát, hogy valahogy engem mindig vonzott az újdonság, ha valahol egy picit elfáradtam, akkor úgy éreztem, hogy még tovább kell menni. És ez a találkozás, ez többször lenyilatkoztam, de tényleg így volt, hogy a Terápia című sorozatot csináltuk a Macsai Pállal, és ott nagyon sokat dolgoztunk együtt, hát két évadot csináltam vele végig, és hát nagyon mély lett a kapcsolatunk, tehát az művészi igényünk, a kíváncsiságunk, az nagyon erős volt, és valahogy így megérződött a levegőbe, hogy lehet, hogy most jó lenne itt folytatni náluk. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó dolog. És az, hogy ilyen végül is egy picit azért idősebben is az ember így mer lépni, és meg kell tenni azt, amit kell. Tehát a Mácsai Pállal való találkozás nagyszerű volt, és a darabban is ezzel a szereppel való találkozás mennyire nagyszerű? Hát ez egy nagyon nagy kihívás. Tehát ez a Molnár Ferenc Hattyú című darabja, ami szerintem nem kellőképpen nem játszott darabja. Tehát ez, illetve nem kellőképpen játszott, ez egy csodálatos darab. Tehát ugye általában Liliumot játszották, a Testőrt, és ez egy annyira komoly, elképesztően időtálló darab, és ugye ők kitalálták, hogy én legyek a Beatrix szerepe, amit különben a régebbi előadásokban a Tolnai Klári játszotta, a Súlyok Mária, és akkor kaptam ezt a feladatot, ami nagyon bizarr volt így elsőre, de amikor elolvastam, akkor teljesen azt gondoltam, hogy itt semmiféle probléma nincs, hogy nagyon erős, karakteres, erős nőnek kell lenni. Tudod, mit akarok? Akarod, de te is olyan nagyon, mint én. Akarom, anyám! Az akarat az egyetlen erőben a földi küszelemben. Értelek, de nem tudom, hogy mit parancsolsz. A mai estére meg fogjuk hívni a tanárt, és te fogod meghívni a tanárt. Ritkán játszott darab a hattyú. Nagyon sok más Molnár darabot játszanak a színházak. Hogyan esett erre a választásuk? Hát egyrészt azért, mert hogy ritkábban játszak, mint a többit. Másrészt maga a történet nekem nagyon-nagyon tetszett, és nagyon érdekesre találtam, hogy hogyan lehet ezt a 20-as évekbeli, vagy hát századelei hangulatot maivá tenni, vagy lefosztani erről ezt a poros, vagy nem poros, de mindenképp egy erős nosztalgiát maivá tenni. Igyekeztünk hülyek maradni a molnári humorhoz, ami szerintem bizonyos helyzetekben közelít az abszurdhoz, tehát az ő egészen kifacsart, és mégis hiteles emberekkel teli
szigorú rendszerbe zárt világába, van olyan, amit ma már úgy érzünk talán, hogy ez egy abszurd jelenet, vagy egy abszurd történés, amit látunk. A Vígszínház az idén a Lóvá tett lovagok című Shakespeare komédiát hozta el a fesztiválra. Hogyan született meg a vígjátéknak ez a különleges nyelvezete, amivel ön dolgozott, illetve a kollégái? Egyfelől volt egy csodálatos fordítás, mészőfordítás, de hát az is elég régóta készült, és ennek legalább 50 éve. Tehát bizonyos eleméhez ahhoz is hozzányúltunk, de mindenütt meghagytuk ennek a zseniális fordításnak a költői és filozófikus elemeit. Minden, ami szerelem, az legyen emelkedett, és azok a típusú tréfák, amiket nagyon a Shakespeare korabeli színház és az ottani figurákra találódtak ki, amivel mi ma kevesebbet tudunk kezdeni, ott belenyúltunk, és ott megpróbáltuk a 21. század humorával pesdíteni a dolgot. És milyen itt a fiatal kollégákkal, fiatal művészekkel együtt dolgozni? Ugye nagyon régen nem volt a Vígben, és most visszament, és egy ilyen fiatal csapattal van együtt. Remek érzés van. Tehát azt kell mondjam, hogy régen éreztem ilyen jól magam. Tehát azok az energiák, amik egy fiatal emberben jönnek, azok nekem szükségem volt, és nagyon nehezen is viselem már a színházi nyafogókat. Itt pedig erről nem volt szó, és aki ebben benne volt, korosztálytól egyébként függetlenül, az... Én azzal láthatom magam, mert ezt láttam, mert nyilván az ember nem állíthat ilyet maga biztosan, de az volt az érzésem, hogy nagyon élvezték ők is. Tehát nem csak én mondom, az kevés lenne ehhez. Azt szokták mondani, hogy vígjátékot nagyon nehéz játszani, jól játszani, és jól rendezni, valóban az is ennyire nehéz? Minden, hogyha az ember amihez nyúl, műfaj függetlenül, hogyha alapos munkát végez, akkor nem nehéz vagy nem nehéz, hanem akkor... Nyilván az ember megpróbál minden jelenetet a lehető legjobban megcsinálni, ami egy ilyen általános mondatnak tűnik. De hát van egy színházi menetrend, van egy színházi ritmus, amit ugye be kell tartani, ezt én például nagyon nehezen viselem. Én egy keresgélő alkat vagyok. Én azt gondolom, hogy nincs nehéz vagy könnyű, az ember bármihez nyúl, tudja élvezni a munkát, hogyha ilyen emberek veszik körül, mint most engem. Úgyhogy a nehézség az nem ott van, az előtte van a szorongások, hogy kell-e ez a nézőnek, jól gondolkodtunk-e. A munkát élvezem, én ott a nehézség szót nem szívesen használom. A bölcselet tündöklik, mint a nap. Semmit se lát ki mélyen belenéz, nem sokra megy ki magol napra nap, ha megszólal, csak másoktól idéz. Művelten érvel, műveltsége ellen. Szellemes, de károsul a szellem. Azért jó kertész, hogy gyomot nevel. Tanulni már késő nekünk, király. Kaput kinyitni, átmászok a házon. Mennyire állnak közel önhöz a vígjátéki figurák? Egyre inkább közel állnak, tehát egyre inkább érzem, hogy fontos tényleg ezeket a szélsőséges helyzetekben tényleg tükröt tartani, vagy tükörbe néznünk, hogy mennyire ostobán tudunk néha viselkedni bizonyos helyzetekben, amikor elkap minket valami nagy érzelem, vagy valami nagyon szélsőséges indulat, akkor tényleg pillanatok alatt hülyét tudunk magunkból csinálni, akár az utcán, egy villamoson, vagy akárhol, és ez izgalmas, mert ezeken akkor tudunk igazán túl jóféleképpen túl lendülni ezen, hogyha tudunk egy jót nevetni magunkon, hogy jaj, de hülye voltam, és akkor úgy tovább menni. És szerintem egy vígjátéknak ez a lényeg, hogy tudjak egyet, jaj, én is a múltkor de hülye voltam, és akkor utána boldogan hazamegyek, hogy de jó, nem vagyok egyedül. Agyőnyítésség! Hüvelyek art! Meg kell szólni, hogy hozzátok szerelmes. Segíts nekem rögtönzött versek Isten, érzem, hogy szonettet fog kanyarítani. Rendülj bennám! És ez a gróf, akit ön alakít, mennyire hülye itt a lóvá tett lovagokban? Mennyire teszik lóvá? Hát iszonyatosan behülyült, tehát...
borzalmas, nagyon nehéz is egyébként éppen ezért ez a szerep. Igazából a mai napig dolgozom vele, hogy hogyan lehet tényleg a legplasztikusabban megmutatni, megjeleníteni azt, hogy a szerelem hogyan vadítja el ezt az egyébként vagány, vagy azt gondolja magáról ez a gróf, hogy ő mennyire vagány, ő így tudja kezelni így az érzéseit, vagy tudja kezelni a csajokat, és akkor egyszer csak jön ez a nő, és teljesen elszáll minden az egész rendszer, és hát borzalmas hülyeséget csinál. Egy a nyelvet, de gyorsan pereg! De pereg, a kérdezem. Kifárad álba túlhajtod lovat? Majd lóvá teszlek téged jó lovat. Mivel? Mivel szahálva jelenet? Szamárság ez az állat, levele. Az állatnál becsérdeziesebb az arc. Hát fogsz szeretőt, amennyit akarsz. Állnál, csak te legyél a sorban. Megyek már, itt sem voltam!